Bár a tanévnek mindjárt vége, a szeptemberi évkezdés izgalmasnak ígérkezik a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum tagintézményeiben. Számos olyan berendezéssel és kikapcsolódást szolgáló eszközzel várják vissza a vakációról a diákokat, amit akár saját használatra is sokan elfogadnának. Drónok, robotok, tabletek, 3D-s nyomtató, csak pár azok közül, melyeket a centrum pályázati forrásból vásárolt, hogy izgalmassá tegye az iskolai mindennapokat. Rendkívül fontos, hogy a 21. századi követelményeknek megfeleljünk. Az Y-generáció valóban már nem a száraz tankönyvekből és a gyakorlatiatlan oktatásban vegyen részt, hanem nekik valóban drónokra, robotokra és egyéb olyan 21. századi eszközökre van szükségük, amiből ugye a fel tudnak készülni a felnőtt korukra, meg hát nyilván a 21. századi kihívásokra. A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum összesen 550 millió forintot nyert az oktatás hatékonyságának növelésére, a lemorzsolódás csökkentésére. Ebből 210 millió jut eszközbeszerzésre, melynek első ütemében 80 millió forint került felhasználásra. Keretösszeget kapott mindenki, és minden tagintézmény saját maga döntött el, hogy az ott keretösszegen belül mit szeretne saját magának a pályázatból megvalósítani. A kormány által meghirdetett szakképzés 4.0 nevet viselő projekt a szolnokihoz hasonló fejlesztésekre épül, hangsúlyozta a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal főosztályvezetője, aki azt is elmondta, hogy az osztrák mintát követő rendszer akkor vonzó a fiatalok számára, ha az iskola eszközparkja eléri, vagy meghaladja a háztartásokban felelhető technikai eszközök, adott esetben ipari igényeket is kiszolgáló berendezések színvonalát.